Ezek a felvételek az utolsó Kalocsai Paprika Fesztiválon készültek. A pandémia elmúltával a szervezők egy minden eddiginél nagyobb szabású rendezvény illetve hívását tervezik, mely méreteiben a szekszárdi születi napokhoz lesz hasonló. Mindenhez a szükséges anyagi bázis is megteremtődött a napokban, Fekete Péter kulturális államtitkár közreműködésével. 20 plusz 5 millió forinttal kívánja államtitkár úr támogatni a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.-nek a működését. Ebből az összegből azt gondolom, hogy működési feladatokra is fogunk költeni, és azt gondolom, hogy a tervezési feladatokra is fogunk költeni, és szervezési feladatokra is fogunk költeni. Ugye az előbb említett Paprika Fesztivál az azt gondolom, hogy egy olyan téma, amire mindenképpen kell majd forrás biztosítani. Zsikó Zoltán kiemelte, hogy az épülő Kalocsa-Paksi Dunahíd új alapokat teremt majd nem csak a gazdaság, de a kultúra területén is. Ebben a közép-dunamenti térségben kiemelkedő jó városok vannak, szerepelnek. Gondolok itt ugye adott esetben Tamásira, Szekszárdra, Dunaföldvárra, Paksra és Kalocsára. Ezek ugye a legnagyobb települések. És én azt gondolom, hogy ha a Paksot-Kalocsát összekötő Dunahíd 2024-ben megépül, akkor egészen más viszonyrendszer szerint fogunk majd gondolkodni Dunán innen és Dunán túl is. Addig azonban számos program veszi kezdetét majd Kalocsán, így egy nagyszabású operett gála megszervezésére is készülnek, mely a maga nemében egyedülálló lesz Magyarországon.